Népszerű a Balaton, tovább nőtt a tónál a foglalási kedv. Hagyományőrzés, Kinizsi egykori váránál elevenítették fel a múltat. Felkészülés, újra vízben a kaposvári pólósok. Jó estét kívánok, Önök a Somogy Televízió híradóját látják. Töretlen a magyarok utazási kedve, az elmúlt hetek kedvező időjárása tovább élénkítette a foglalási kedvet, ez a júliusi telítettségen is látszott, és hatással volt az augusztusi előfoglalásokra is. A szállás.hu legfrissebb adatai alapján az eddig beérkező nyári foglalási volumen 19%-kal ugyan elmarad még a tavalyi rekord nyártól, és a bázisnak tekintett pandémia előtti 2019-es szintet is alulról súrolja. A tavaszi időszak azt gondolom, hogy nagyon jó volt, és tényleg rekordokat döntött a tavaszi Balaton. Tény való, hogy a június vége, július eleje az egy esősebb időszakot kínált, és természetesen mindazon vendégeik, akik egy-egy napra vagy egy-egy hétvégére tervezik a nyaralást, azt az időszakot nem preferálták annyira. Ezt követően viszont azt lehet mondani, hogy kitűnő strandidó köszöntötte a Balatonra, és a számok is egyértelműen megmutatták, és az ENTAK adatai is egyértelműen jelzik a számunkra, hogy nagyon-nagyon sokan választották a nyári kikapcsolódásuk és feltöltődésük helyszínéül a Balatont. Az adatok szerint idén nyáron az éjszakánkénti átlagár egy fő részére Budapesten és vonzás körzetében a legmagasabb, 14.400 forint. Ezt követi a Balaton 12.500 forinttal és a Nyugat-Dunántúl 12.000 forinttal. Az előfoglalások alapján a nem hotel típusú szálláshelyek a foglalások 74%-át teszik ki az előző évhez hasonlóan. Közülük is az apartman a legkeresettebb, a foglalások több mint harmadával. Én azt gondolom, hogy amennyiben marad az igazi jó nyári időjárás, és ebben bízunk is, akkor biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan fogják a Balatonra jönni. Jó szívvel ajánlhatjuk is, hiszen minden időjárási viszonyra van kikapcsolódási lehetőség és program lehetőség a Balatonon, valamint az idei évben a Veszprém-Balaton Európa kulturális fővárosa kapcsán rengeteg kulturális és koncertélmény is elérhető, tehát ezért úgy gondolom, hogy mindenképpen a belföldi turistáknak is jó szívvel ajánlható, hogy egy-egy hétvégére, aki teheti, az hosszabb időre választa a kikapcsolódása helyszínéül a Balatont. A foglalási kedv töretlen, azonban sokan az utolsó pillanatra hagyják azt. Azt gondolom, hogy teljesen impulzívvá vált ez a dolog, és nagyon egyszerű ennek az oka. Bármikor tudunk foglalni, az interneten minden információ elérhető, a közlekedés kitűnően megoldott, ma már megyebérletekkel, országbérlettel könnyen el lehet jutni kedvezményesen is a Balatonra, vagy ha az autóba beugrunk, akkor az autópálya hálózaton keresztül nagyon könnyen elérhető a tó. Ennek megfelelően a legtöbben úgy döntenek és úgy határoznak az utazás időpontjáról, hogy megnézik, hogy milyen lehetőségek, milyen programok állnak a rendelkezésre, éppen az ő szabad idejük hogyan áll, hogy mennyiben elérhető, és ennek megfelelően nagyon sok az utolsó perces, mondhatni last minute döntés az utazással kapcsolatban. A főszezonban eddig több mint 700 ezer vendéget regisztráltak a Balatonnál, így június 1 és július közepe között 2,4 millió vendégészakát regisztráltak a szálláshelyek, elérve ezzel a 2019-es év forgalmának 98%-át. Jóvá hagyta a kormány a 67-es út további fejlesztését. A Magyar Közlönyben megjelentek szerint a Kaposvár-Szigetvár közötti 40 kilométeres szakasz előkészítése már meg is kezdődött, miközben a gyorsút Somogy-Babod és Balaton-Szemes közötti szakasza hamarosan elkészül. A Somogyi Vármegyeszékhely polgármestere Szita Károly korábban azt mondta, ezek a fejlesztések komolyan fellendíthetik a hazai és a nemzetközi szállítmányozást, növelve így a térségi vállalkozások versenyképességét. A 67-es út kétszer kétsávossá bővítése is több nagy befektető kaposvári letelepedését hozta magával. Óriási az érdeklődés a nyári diák munkaprogram iránt, a résztvevők száma meghaladta a 28.200-at a tervezett 26-27 ezerrel szemben, hangsúlyozta Comba Sándor, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára szerdán az M1 aktuális csatornán. A kormány az idén 3,5 milliárd forint támogatást biztosít a nyári diákmunkaprogramra. Comba Sándor elmondta, a vármegyéknél maradt tartalékforrás terhére bővítették a nyári diákmunkaprogram lehetőségét.
az államtitkár ismertette, a korábbi évekhez hasonlóan az idén is a diákmunka programban résztvevők 80%-át az önkormányzatok foglalkoztatják, és fogadtak diákokat a mezőgazdasági vállalkozások is, és mintegy 5000-en a turisztika, vendéglátás területén helyezkedtek el. Hagyományőrzés, kulturális és szabadidős programok, lovas játékok is szerepeltek Kinizsi egykori várának udvarán 3 napon át. A rendezvény fénypontja a huszárok felvonulása volt, akik különböző csatajeleneteket is bemutattak az érdeklődőknek. Kézműves foglalkozások, népi hangszerek és játékok, kulturális és szabadidős programok. A helyiek számára nem csak Kinizsi várának és történetének bemutatása a fontos, hanem egész magyarságunk, kultúránk őrzése és hagyományaink ápolása. Tehát voltak olyan diadalaink, olyan győzelmeink, és ehhez olyan zenék, olyan muzsikák és olyan kultúra, ami megtartott bennünket, és ez szerintem egy csoda sorozat, úgyhogy ha úgy érzi, hogy egy csodálatos környezetben, csodálatos programokon vannak jelen a kedves látogatók és önök is, akkor azért, mert ez egész csoda, ami történt velünk 1100 évig, és ezelőtt is tiszteleg ez a rendezvény. A pásztorok eszközeit mutatja be Imre bácsi, aki maga is hosszú éveken át űzte ezt a mesterséget. Részkampók, fokosok, ezek a pásztorkellékek, ami mindennapos használatra van, de a részkampót ezeket csak a juhászok használták, a gulyások, azok sima botot használtak, konászok fejes botot. A csikósok, azok karikásos tortésfokost. Nyugdíjasként ma is készíti a régi idők tárgyait, mint mondja, fontos számára a múlt bemutatása. Azért csinálom ezt. Szeretném a jelenkorba megmutatni a jövő nemzedékének, hogy mi volt a múltban. A hagyományok ápolására, a múltunk, történelmünk megőrzésére hívta fel a figyelmet köszöntőjében Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter is. Egy múltra lehet építeni. Minél gazdagabb a múlt, annál erősebb jelent lehet ráépíteni. És Nagyvázsony bizony gazdag múlttal rendelkezik. Akár ha a békés időszakokban tett fejlődését figyeljük, hiszen mindig is egy jelentős településről volt szó, de különösen akkor, hogyha a hőseihez kötjük, legyen szó akár a pálosokról, legyen szó akár a kinizsiekről. A vándorsolymok Kinizsi udvarának is nélkülözhetetlen szereplői voltak egy-egy vadászat alkalmával. Minden udvar tartott magának külön solymászokat, akik képezték a madarakat. De tényleg egy ilyen nagyobb sereget kell inkább, vagy kisebb sereget kell inkább elképzelni, amikor a lovas solymászatokról beszélünk. A lényeg az az, hogy maga a ragadozó madár ejti el a zsákmányt, amit aztán mondjuk úgy, hogy átad a vadásznak, illetve az embernek, és akkor maga a zsákmány az a miénk lesz, és az asztalra kerül a végén. Féloldalazás, tanigetésben egy nagyon szép iskola gyakorlat. Féloldalazás. Alkézre így hívják, pontosan. A váradalom programjainak fénypontja a lovashuszárok felvonulása és bemutatója volt, amelyen részt vett a Magyar Honvédség Grófnádasdi Ferenc huszárosztálya is. A lovasok különböző formációkat és gyakorlatokat mutattak be az érdeklődőknek. Ló és lovas tökéletes összhangját mutatták be a huszárok, amely csak úgy, mint egykor a csatatéren, most is nélkülözhetetlen. A lovasok nem csak lovaikkal, de egymással is teljes szinkronban voltak. Egyébként a huszárosztály egy kicsit az egykori magyar-spanyol iskola hagyományait is őrzi. A gróf Nádasdi Ferenc huszárosztályon kívül a készenléti rendőrség lovas alosztálya, valamint hagyományőrző lovas egyesületek elevenítették fel az 1479. október 13-ai kenyérmezei csata egy-egy jelenetét is. A balatoni kék hullám zászló strandminősítő rendszer mellett elindult egy országos minősítő rendszer is. A Magyarország kincsei Ernyővédjegyet a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület működteti, és a strandok mellett 6 másik kategóriát tartalmaz: gyógyfürdő, élményfürdő, wellnessfürdő, vár, kastély, gyógyhely, fizetős strand, ingyenes strand, melyek közül a szezonra való tekintettel jelenleg a kastélyok és a strandok vannak fókuszban a Balatoni Turizmus Szövetség tájékoztatása szerint. A minősített strandok 2 évig használhatják a védjegyet,
Fontos előny, hogy minden minősítés után a strandok nem csupán tájékoztatást kapnak a problémákról és a hiányosságokról, hanem konkrét javaslatokat is, hogyan orvosolhatják azokat hatékonyan. Betakarították az őszi Árpád Somogyban, és a búza aratása is hamarosan befejeződik. A hűvös tavasz miatt az átlagosnál gyengébb a termés, hektáronként átlagosan 6 tonna, ráadásul nagyjából a tavalyi ár felét fizetik a kenyérnek valóért, írja a sonline.hu. Madarász Zoltán, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Somogy vármegyei igazgatóságának elnöke elmondta, az őszi árpa aratása befejeződött 15 ezer hektáron 5,4 tonna átlagterméssel. Idén Somogyban 56 ezer hektára vetettek búzát a gazdák, a kalászos 80%-át betakarították már. Az átlagtermés hektáronként 5,8-6,3 tonna között van. A repcével is csaknem végeztek 17 ezer hektáron 3,2 tonna termés átlaggal. A cukorrépa megfelelően fejlődik, folyamatos a répatestek kialakulása. Megkezdte a felkészülést a Kaposvár férfi OB1-es vízilabda csapata. Bár az idén kicsit később kezdődött az alapozás, mozgalmasabb időszak vár a játékosokra, hiszen a Benu Magyar Kupa küzdelmei már augusztus végén megkezdődnek. Egy, bal, jobb, bal, jobb. Az előző évekhez képest valamivel később kezdte el a felkészülést a szezonra a KVK. A játékos keret jelentősen átalakult az előző szezonhoz képest, 5 meghatározó játékos távozott a keretből, és a vezetőség elképzelése az, hogy minél több saját nevelősi fiatalnak adjanak játék lehetőséget. A keret egyénileg már 2 hete elkezdte az alapozást, a közös munka azonban hétfőn kezdődött. Napi 3 edzéssel készülünk, délelőtt van egy kondiedzés, valamint 2x2 órás víziedzés, úgyhogy ez a szokás szerint az eleje az meleg a srácoknak. Szépen lassan haladunk, ellenben az idei évben másképp lesz a program, mert 3. hét után már Magyar Kupát játszunk hazai medencében, úgyhogy most egy kicsit változatos lesz nekik a felkészülést, a monotonitást most sokkal előbb megtörjük labdával és játékkal. Ettől függetlenül nekünk az első számú cél ugye a szeptember elejé bajnoki start, arra készülünk, úgyhogy a Magyar Kupát is ez alá rendeljük be, ettől függetlenül maximálisan fogunk belállni, és szeretnénk tovább jutni a csoportból, főleg úgy, hogy hazai pályán tudunk játszani. 200 méter van, feléig erős láb, laza gyors, erős láb, laza gyors, tehát így van 200 méter, elől összefogott kéz, gyors láb, laza, 200. Igazi csemegét és újdonságot ígér a vízilabda kedvelőinek az idei Magyar Kupa, hiszen egyrészt szeptember végére eldől, hogy kié lesz a trófea, másrészt a kisebb, 25 méteres pályamérettől a szakemberek a gyorsabb és látványosabb játékot várják. A Honvéddal kezdünk, valamint az UVS, a csapat és a Miskolc érkezik hozzánk. Úgy gondolom, hogy az nem ebb a halálcsoport, úgyhogy az első 2 helyezett jut tovább, úgyhogy nagyon szeretnénk túllépni ezen a csoporton. Az idei keretben érdekesség még, hogy csak magyar játékosok alkotják, és a szakvezetés elképzelése szerint a saját nevelésű fiatalokra is több játékidő és nagyobb felelősség vár. A bajnokság várhatóan szeptember közepén indul. Népszerű a Balaton, tovább nőtt a tónál a foglalási kedv. Hagyományőrzés, Kinizsi egykori váránál elevenítették fel a múltat. Felkészülés, újra vízben a kaposvári pólósok. Friss információkért, videós tartalmakért kattintsanak a Somogy Televízió Facebook oldalára vagy YouTube csatornájára. Ennyi fért mai híradónkba, tartsanak velünk holnap este is, viszontlátásra!